Jó reggelt! Jelenleg délután 3 óra van, és... Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek így karácsony előtt pár nappal. Ha egy férfi azt mondja valamire, hogy az meg lesz csinálva, akkor meg lesz csinálva. Nem kell fél évente emlékeztetni rá. Ugyan hideg van, hogy minden kettő egybefagy. Értitek-e? Az előbb futott el itt mellettem egy ilyen hosszú derekű kutya. Tudjátok, egy tacskó. Lenne be egy élesebb kanyarba, ketté tört, bazd meg. Ennyire van hideg. Hogy mondanád azt németül, hogy nem idevalósi vagyok? Ich bin nicht hier. Ich gehe ginge gangen trocken ficken zum Beispiel. Auf Wiedersehen, bitte danke. Tschüss. Tudod, hol történt a világon a legtöbb rejtélyes eltűnés? Hogy ne tudnám? A pénztárcámba. Fizetés után valahogy percről percre rejtélyesen úgy tűnik el belőle a pénz, hogy te még olyan nem láttál. Itt Erdélyben este sötétedés után érdemes mindenkinek köszönni, mert aki nem szól vissza, az a medve. Na látod, de mondtam, én csak azt szokta megmosni, aki lusta vakarni. Mutatom a 3 leggyakoribb módszert a pénz számolására. Ott mind mutathatod, ha nincs, amit számoljak? Adsz-e valamit, hogy gyakoroljak? Ha? Hogyan ajándékoz karácsonyra 1 millió forintot? Nagyon egyszerű. Nem az a kérdés, hogyan. Honnan? Honnan ajándékozzak annyi pénzt? Na? Miért csak is shaken espresso? Fekete gumival ellátott a licskán balta. Jó, hogy ilyen lassan haladunk. Miért? Már rossz irányba megyünk. Miért nem mondod soha, hogy szeret? Hallod, de én egyszer mondtam, s ha változik, szólok. Munkám után haszonterem. Látszik, nem a faszom várem. Azt nézzétek meg. Az ülő békőtöt nézzetek szájda a postaládánkba. Naját láttatok-e? Nem ülő, na csak viccelek. Miféle cinega. Szülinapod alkalmából üzenem, te marha. Szerencséd érdekében lépjél kutyaszarba. Szálljon rád az áldás, madárfos formába. Születésed napján idd magad kómába. De ne legyél irigy, tölts nekem is egy cseppet. A francba belé legalább kocincsunk egyet. Kívánom, hogy sose érjen bánat, Isten éltesse sokáig, te mocsok állat. Na egy, kettő, s három. Vakettak mu na družba.